Most a súlyemelő gyakorlat megfigyelése közben bepillanthatunk a Casey fejében tárolt titkokba. Amikor Casey megmarkolja a súlyzót, az agya bonyolult eseménysort indít útjára. Az úgynevezett motoros kérek több ezer utasítást küld az izmoknak arról, hogy melyiknek és milyen sorrendben kell összehúzódnia. A kirobbanó erejű rántás felfelé gyorsítja a rudat. Casey a súly kilökésekor lebukik, és rugalmas energiát tárol az izmaiban, mint egy összenyomott rugóban. Felszabadítja a feszültséget, és felegyenesedik. Tökéletes olimpiai gyakorlat. Az erő, a gyorsaság és az ideg-izom koordináció együttese meghozza az ember feletti teljesítményt. Állati volt! Ez komoly! Nagyon komoly! Jönnek az adatok. Paul két alkarral végrehajtott ütése 9787 newtont fejtett ki. Hasonló erők hatnak egy 56 km per órával ütköző autó utasaira. Ez hatszor annyi, mint amennyi a kar eltöréséhez szükséges. Örülök, hogy a karom egyben maradt. Miért nem tört el? A választ a csontok átépülésében kereshetjük. Ha egy átlagember sújtott volna le az oszlopra, akkor a karja csöves csontjait összetörte volna a 9787 newtonos erő. Paul csontjai azonban az ismétlődő ütésektől megerősödtek. Minél több mindent tör össze velük, annál keményebbek lesznek. A titok a csont belsejében rejlik. Bár a csöves csontok üregesek, mint a szívószál, a belsejükben elmeszesedett lécek, úgynevezett csontgerendák hálózata található. A Wolf törvényeként ismert folyamat során ezek a lécek az igénybevétel hatására megnagyobbodnak, amitől a csont tömörebbé és erősebbé válik. Paul így fejlesztett ki acélos csontokat, hogy betont tört. Azt hiszem, hogy Paul leginkább a technikájával nyűgözött le. Pontosan tudja, mi kell ahhoz, hogy az alkarjával és az egész testével kifejtett erő mind a 12 tömböt eltörje. A tömeg, a lendület és az ideg-izom koordináció újabb romhalmazt eredményezett.